Köszöntöm nézőinket, önök Kapos Menti magazinunkat látják. Kapospulán tartotta idei utolsó ülését a Kapos Menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Récsei Gábor elnök szerint eredményes évet tudhatnak maguk mögött a tagtelepülések, jövőre pedig csatlakozhat hozzájuk Dombóvár. A Kapospulai Művelődési Házban találkoztak idén utoljára a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tagjai. A települések jó évet zárhatnak. 19-es év igen mozgalmasra sikerült, nem csak a választások miatt, hanem egyébként a társulásban létrejövő változások, átvezetések miatt. A mai testületi vagy tanácsi ülés igazából egy eredmény, nem tudom, záróként lehet összefoglalni. Az elmúlt év teendőit próbáltuk, eredményeit értékelni. Hoztunk fontos döntéseket, amiről külön-külön nem szeretnénk most nyilván beszélni. Én azt gondolom, hogy akár pályázati témákban a társulást alkotó 14-15 önkormányzat sikeres évet zárhat, és büszke lett az eredményeire. Bízom abban, hogy a jövő év legalább ilyen sikeresen teljelik a társulásban. A társulás életében jelentős változást hozhat, hogy jövőre a tervek szerint Dombóvár is csatlakozik. Igen, ezt az időpontot már látjuk előre, ez jövő év közepére datálódik. Sajnos egy jogszabály pont miatt nem tudtunk ezt január 1-én megvalósítani, de minden bizonnyal a következő év június végén, július elején ez meg fog történni, és tagja lesz az önkormányzat, vagy a társulásnak a Dombóvárosi önkormányzata. Egyszer már évekkel ezelőtt teljes körűen a 16 település tátülelően a társulást létrejött, aztán bizonyos dolgok miatt a Dombóvár külön utakon járt. Én azt gondolom, hogy visszatérhetünk az eredeti felálláshoz, a dombóvári járást teljes mértékben átölelő társulási térségület létrejött. Ez az új felállás változást hozhat majd a települések által fenntartott intézményrendszer helyzetében is. Nyilván lehetnek változások, egyrészt Dombóváron is már a jövő év elejétől, akár szociális területen különböző intézményi átszervezéseknek köszönhetően változások fognak megvalósulni, de a Kaposmenti Társulás esetében ez inkább jövő év második felére datálódik. Addig minden marad a régi. A társulás ülésén részt vett Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Dombóvár csatlakozását ő is pozitív fejleményként ítéli meg. Szerintem, ezt eddig is mondtam, minden kistérségnek a motorja minden szempontból az maga a város, ami körül létrejön a kistérség. Ez eddig nem így volt, sajnos. Dombóvárnak most még egy jó fél éves türelmi időt ki kell bírnia, és akkor remélem, hogy a kistérségi társulás teljessé válik, és Dombóvár város is ebbe a munkába be tud kapcsolódni. Már addig is a polgármester úr a társulás munkájában részt vesz, viszont még addig nem szavaz. A térség országgyűlési képviselője úgy látja, eredményes évet zárhatnak a társulás tagtelepülései. Örülök annak, hogy ebben a kistérségi társulásban is az összefogásra terelődött a legnagyobb hangsúly, és tényleg a polgármesterek azért dolgoztak, hogy minél több eredményt tudjanak elérni 2019-ben is. 6 településen választottak új polgármestert, és remélem, hogy az új polgármesterek is gyorsan bele tudnak szokni a kistérségi társulás munkájába, illetve tudom azt, hogy nagy részük már jó kapcsolatokkal bírt az itt dolgozó polgármesterekkel. Én azt gondolom, hogy én a magam részéről is mindent fogok tenni annak érdekében, hogy ezek a települések a további életükben is hasonló módon tudjanak fejlődni, és én megpróbálok minden segítséget ehhez megadni. Remélem azt, hogy a következő években is számos közös sikert tudunk majd felmutatni. Magyar Falu Program gőzerővel zajlik. Tudom, hogy még mindenhova nem jutottak nyertes pályázatok, de a következő években azon leszünk, hogy ezek a források arányosan tudjanak eloszlani, illetve minden településen azok a célok valósuljanak meg, amelyek a legfontosabbak. Az októberi voksoláson a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás 6 tagtelepülésén választottak új polgármestert az ott lakók. A mostani ülésen röviden bemutatkoztak az új településvezetők, akik legnagyobb részének nem újdonság az önkormányzati világ.
Januárban újraindítják Dombóváron a folyamatban lévő városi beruházásokat. Az idei utolsó testületi ülésen döntöttek arról is, hogy megemelik az átmeneti egyszeri támogatás mértékét, és Dombóvár úgy döntött, csatlakozik a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társuláshoz. Megszavazta a dombóvári képviselőtestület, hogy a város belépjen a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulásba. Egy jogszabály miatt ezt még nem lehet most azonnal megtenni. Leghamarabb 2020 nyarára válhat újra egységessé a térség településeit összefogó szervezet, de az első lépések már megtörténtek. Ezen túlmenően szociális ügyekben is döntést hoztak a képviselők, ahogy ezt már korábban is megtették. Azt gondolom, hogy november 27-én hoztunk egy olyan döntést, hogy a 65 év feletti dombováriaknak már nem kell kommunális adót fizetni. Eddig 65 és 70 év közöttieknek 50%-ot kellett. Azt gondolom, ez egy nagyon szép karácsonyi ajándék. Ugyancsak 2020-ban lesz meg hatása, de azt gondolom, hogy ez minden dombovári számára, aki betölte a 65 életévét, kedves. Tárgyaltuk az átmeneti egyszeri támogatás lehetőségét is, ami ugye rendkívüli helyzetek kezelésére van. Ez eddig 2x5-2x4 ezer forintot jelentett, azaz 18 ezer forintot, és négyszer kellett lehetett igényelni. Úgy gondoltuk, hogy csökkentjük az adminisztrációs tereket, évente kétszer lehet igényelni, de hogy az adminisztrációs terekben megtörténő csökkenés, ami nyilván a humán erőforrás oldalra jelentkezik, megteremtette a lehetőségét, hogy a 18 ezer forintról 20 ezerre emeltük ennek a támogatásnak az összegét. A bérek a városi alkalmazottaknál nem emelkednek jövőre, viszont biztosan nem is csökkennek, amit Pintér Szilárd polgármester mindenképpen eredménynek tart. A Kánál nem lesz itt, és kedves kollégáimmal volt utolsó ebédünk pénteken, és azt mondtam a kollégáimnak, hogy jó hírre nem tudok szolgálni, de azt gondolom, hogy az nem rossz hír, hogy az illetményi alapot, amely 2019-ben volt, 2020-ban is meg tudjuk tartani. 2019-ben erre pályázni kell, és a pályázat kiegészítés mentén tudtuk az illetményi alapot eltéríteni az eredetiről. 2020-ban ez a pályázati lehetőség már nem él, ugyan többletforráshoz jut az önkormányzatunk, és már a mai ülésen döntöttünk, hogy ezt továbbra is a kollégáink jövedelmére felhasználásra fogjuk biztosítani. Nyilván a törvény megvaron, tehát minimálbér emelkedni fog. Akinek eddig el volt érítve az illetmény alapja, azt 2020-ban is meg fogja kapni. Tehát még egyszer mondom, nem jó hír, emelni nem tudtunk, de senkinek nem fog csökkenni a jövedelme 2020-ban sem. Kommunikációs témákban is döntött a testület. Dombóvár a jövőben bekerül a Kaposmenti újságba, amit majd Dombóváron is eljuttatnak minden háztartásba, és marad a november óta hetente jelentkező Kaposmenti magazin is a Tolnatáj televízió műsorán. Novemberi első ülésünkön már lehetett látni, hogy abszolút kell változtatnunk az alaphelyzeten. Belefogtunk egy számháborúba, 50-30-40 millió. 2016-17-18-ra legyűjtötte pénzügyről a vezető, kommunikációra minden évben 40 millió forintot meghaladó összeget költöttünk. Nyilván abból az állapotból adódóan, hogy kértük csatlakozásunkat a Kaposmenti Társuláshoz, ahol már több mint két éve sikeresen működik egy Kaposmenti újság. Mi ebben az újságban hónapra szeretnénk megjelenni, és csatlakoztunk az újsághoz. A Kaposmenti magazin szintén a Tolnatáj TV-ben hosszú évek óta már sikeresen megy. Ott a két heti megjelenést átváltottuk heti megjelenésre. Minden kedd este 8:30-kor egy Kaposmenti magazin kerül adásba, és nyilván a megyei híradóban is meg fogunk jelenni. Azt gondolom, hogy nem szabad annyira homokba dugni a fejünket, hogy a megyei újságtól elzárkózzunk, és hadat üzenünk nekik is. Velük kötöttünk egy 600 ezer forintos keretszerződést, amelyet remélem, hogy kellőképpen is kellő hasznosságot tudunk elkölteni, és nyilván már úgy szerződtünk velük, hogy azt az előnyt megkaptuk, minden egyes megrendelésünk 30% kedvezményt fognak adni. Pintér Szilárd egyik első intézkedése volt megválasztása után, hogy a folyamatban lévő városi beruházásokat, pályázatokat leállítatta, ameddig át nem nézik a helyzetet. A polgármester azt mondja, most arra valamennyi szereplővel tudtak beszélni, megegyeztek a közreműködő szervezetekkel és a kincstárral is mindenben, így a munka január 6-ától mindenhol újraindulhat. Városi fejlesztések tekintetében az elmúlt két hónapban áttekintettünk minden pályázatot. Azt gondolom, hogy elérkezett az a pillanat, amikor újból tudjuk indítani őket, hiszen tiszta lappal indulunk. Tudtunk beszélni a leendő kivitelezőkkel, műszaki ellenőrökkel és az összes szereplővel. Nagyon fontos, hogy a közreműködő szervezetet is eljutottunk Szeszkára és a kincstárral is megegyeztünk mindenbe. Azt gondolom, hogy egy picit rápihenünk, és január 6-án megnyomjuk a gombot, és 2020-ba dübörögni fog az önkormányzat. Thank you.
Advent 4. vasárnapján ünnepélyes keretek között adták át az első világháborúban elesett hősök emlékére állított szobrot a felújítása után Döbrökközön. A trombitát fújó katonát ábrázoló szobor talapzatán elhelyezett márványtábla 308 hősi halott nevét őrzi. Utoljára 1994-ben újították fel Martinelli Jenő budapesti szobrászművész alkotását. Az idén Döbrökös község önkormányzata, a Közép-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 20. század intézete az első világháborús centenáriumi emlékbizottság megbízásából kiírt pályázatból nyert forrást az emlékműhely realitására. Ma, Advent 4. vasárnapján a várakozás utolsó gyertyáját is megnyugtatjuk. Ma a gyertyák fénye azokért is lobog, a harang azokért is szól, az imád azokért mondjuk, akik a legdrágábbat, az egyszerit, a megismételhetetlen, az életüket áldozták a gyilkos háborúban. A döbrökközi hősi halottak életének lezáró könyvét felnyitva, és megállva néhány fejezeténél, megrendülten állapíthatjuk meg, hogy hány család lett csonka, vagy törzsér teljesen. Dr. Hegedűs János plébános áldotta meg a 2,5 méter magas alkotást. A hősök emlékét őrző hozzátartozók remélik, hogy soha többé nem lesz háború, hogy békében és szeretetben élhetnek, remélik, hogy mindenki okul a múlt veszteségeiből és abból a fájdalomból, amelyet szeretteik elvesztése miatt éreztek. 1923-ban a döbrökközi lakosok adományából állították fel az első világháború emlékére ezt a szobrot, ami 25 éve már egy felújításon átesett, és a feliratok nagyon megkoptak, a szobor bemohásodott, és igazán időszerűvé vált a felújítása. Ez év tavaszán egy pályázati felhívást találtunk, mely az első-második világháborús szobroknak a felújítására adnak összeget, és erre a pályázatra sikeresen nyújtottuk be pályázatunkat, így az összegből Dér Zoltán szobrász elkészítette a szobor restaurálását, új márványtáblák kerültek felhelyezésre, és egy vízlepergető anyaggal vonta be a szobrot. A gyász évtizedek múlva is könnyeket csal azok szemébe, akik hiába várták haza a családtagjukat, barátjukat, szerelmüket. Talán csak az enyhítheti fájdalmukat, hogy ők a legnagyobb áldozatot hozták hazájukért. Gyulajon először köszöntötték az időseket az ünnepek előtt, amelyből hagyományt kívánnak teremteni a település vezetői. Nem kérhetünk tőled már, drága jó Istenem, csak az, hogy a kis A helyi óvodások és iskolások kedves műsorral készültek erre az alkalomra, hiszen nem csak ilyenkor az adventi időszakban, hanem az év számos napján vállalnak közös programokat az idősebb korosztállyal. Az iskolával nagyon szívesen vállalunk részt minden egyes olyan feladatban, illetve felkérésben, ami az öregekhez, az idős emberekhez kapcsolódik. Nem első évben érkezünk meg az öreg otthonba, egy egész adventi időszakot végig csinálunk velük, mindenféle műsort, kreatív foglalkozást viszünk nekik, mesét olvasnak olyankor a gyerekek, énekelnek együtt az idősekkel, de ez most már annyira jó gyakorlattá vált, hogy nem csak a karácsonyi időszakban keressük meg az időseket, tehát egy idősek világnapján, egy húsvétkor, tehát bármilyen olyan falusi szokást elviszünk nekik, ami még az ő gyerekkorukban, az ő fiatalkorukban még élt, hogy egy picit felelevenítsük. Selmeci László polgármester köszöntötte 65 év feletti korosztályt. Nem csak az elmúlt évek sikeres pályázatairól, fejlesztéseiről számolt be a település vezetője, hanem azt is elmondta, hogy a jövőben hagyományt szeretnének teremteni, és minden évben megvendégelik majd a szépkurókat tervei szerint. Most igaziból itt a karácsony előtt egy ilyen kis békés, kis kellemes délután szerettünk volna itt a nyugdíjasokkal és az idősekkel közösen eltölteni, és ezért hívtuk meg őket erre a kis rendezvényre. Hetényi Katalin örömmel vállalta a szervezést. 2006 novemberétől vagyok itt Gyulajon. Gazdasági vezetőként dolgoztam 9 évig az iskolába. Már ott aktívan részt vettem az iskola életébe, tehát nem csak mint gazdasági vezető meg könyvelő, hanem nagyon szerettem a gyerekekkel elmenni, rendezvényeket szervezni. A kirándulások nagy részét én szerveztem, és amikor az önkormányzathoz kerültem 2016-ban,
Azóta gyakorlatilag a falunapokat, a közösségi rendezvényeket, hát mondhatnám azt, hogy aktívan főszereplőként szervezem, persze sokan dolgoznak mellettem. Annak ellenére, hogy kicsi a közösség, mégis kevesebbet találkoznak az idősek, nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Ritkán találkozunk, hiába kicsi a falunk, valahogy úgy szétszórottunk, szétszakadtunk, ahogy eljárt az idő felettünk, egyre nehezebben mozdulunk ki. És ezt egy nagyon jó alkalomnak tartom, hogy most együtt vagyunk, együtt szórakozunk, és jól érezzük magunkat. Az ebéd előtt a két dombovári vendégelőadó, Szabó Linda és Tifter Balázs magyar slágerekkel és karácsonyi dalokkal szórakoztatta a közönséget, akik szívesen énekeltek velük együtt. A Városi Tekebajnokság díjkiosztóján egyéni, páros és csapat kategóriákban hirdettek győzteseket Dombóváron a hétvégén. A tekepálya mindenki előtt nyitva áll, évente számos kupát szervez a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület, ahol bárki kipróbálhatja a sportágat. Második alkalommal rendeztek díjkiosztót a városi bajnokságban, azonban a teke, mint sportág, igen népszerű évtizedek óta a városban. Dombóváron 1953-ban indult el ez a népszerű sport, a teke. Akkor még egy teljesen manuális pályán kézzel állították a bábukat egymásnak, és nem is itt volt, hanem az apácai iskolával szemben. Ez a pálya 1980-ban épült, amikor NB1-es lett a csapat, és azóta is a négy pálya működik közel 40 éve. Ez a sportág nincs korhoz kötve. Egy éve a Dombóvári Szívklub tagjai is rendszeresen látogatják az Ivanics utcai tekepályát. Kitartó munkájukat és lelkesedésüket egy-egy kupával jutalmazták. Most körülbelül egy éve járunk így rendszeresen, amikor minden héten járunk le gyakorolni, edzeni, és ez nagyon jó ilyen közösségteremtő. Nem csak négyen járunk, ahányan a csapatban vagyunk, hanem mások is szoktak jönni, és általában nagyon élvezi mindenki ezeket a sport rendezvényeket. Nem csak férfiak körében népszerű a teke, szívesen járnak hölgyek is az Ivanics utcai pályára. A sport szeretete mellett fontos szempont számukra az is, hogy a jó közösség kiváló alkalmat nyújt a kikapcsolódásra, lazításra. Holecsek Brigitta 14 éves kora óta űzi ezt a sportágat. Idén megnyerte az egyéni bajnokságot, maga mögé utasítva a férfi versenyzőket, valamint a női egyéni és páros bajnokságot Csonkfalvi Eszterrel, illetve a győztes csapatnak is oszlopos tagja volt. Jó, 25 évvel ezelőtt kezdtem ezt a sportot, igazándiból teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a közösségbe. Megfogott a maga a golyó, meg a bábuk szeretete, a labdajátékok miatt mindig otthon voltam, kézilabdáztam, futballoztam, itt ragadtam, aztán hála Istennek jó ment sorom, úgymond, jól jöttek az eredmények, elkerültem Kaposvárra, játszottam a szuperligás csapatba Kaposváron egy 5 évet, aztán utána kihagytam egy 8-at, és úgy kerültem vissza ide, hogy Kaposmenti kupára hívtak vissza engem a csajok, hogy szálljak be a csapatba, aztán végig is újra itt ragadtam Dombóváron. Idén a Golyózápor elnevezésű csapat nyerte meg a csapatbajnokságot. Hát ez a csapatunk, ami most van jelen pillanatban, 5 éve nyerjük a bajnokságot. Most volt ez az év, hogy veretlenül nyertük meg az egészet. Az egészben én úgy csöppentem bele, hogy az unokám itt tekézett valamikor, kétszeres erdülő magyar bajnok volt, de ő elkerült Kaposvárra, a közutasokhoz, a szuperligába. Most jelen pillanatban a menyám tekézik, itt ő a lányoknál van, elég jó tekézik az is. Hát a fiúk és a lányok egyben voltak az egyénében, ő harmadik lett, a Brigitta lett az első. Hát ennyit tudok így elmondani, nagyon jó csapatunk van, és meglátjuk a következő években is, hogy lesz. A díjak átadására Horváth Józsefné önkormányzati képviselőt kérték fel. Önkormányzati képviselőként, a Humánbizottság elnökeként mindent meg fogok tenni azért, hogy Dombóváron a sport fejlődjön, kicsiknek, nagyoknak elérhető, méltó körülményeket teremtsünk. A Teke Egyesület vezetői remélik, hogy a jövőben bővül a tagság, és egyre többen kapnak kedvet a sportákhoz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!